Dobozokat hajtanak össze a startvállalat munkatársai. Olyan tevékenységet végeznek, amelyet megváltozott képességeikkel is képesek ellátni, és ezzel munkabérhez és így társadalmi megbecsüléshez juthatnak. A cég 1988 óta több tízezer embernek segített, mondta Balogh Zoltán vezérigazgató 35 perc című műsorunkban. Az akkori mozgáskorlátoltak egyesének a vezetősége elhatározta, hogy 1987-ben kezdeményezi egy vállalat alapítását. Nagyon kevesen tudtak akkor ebben az országban vállalatot alapítani, 1988-tól működünk, és a működés nagyon rövid időn belül a város határait, a megye határait is meghaladta. Sikerült összerakni a komplex szakmai rehabilitációt. Kezdtük a foglalkoztatást 88-ban, 90-ben beköltöztünk egy olyan létesítménybe, ahol 92-ben a fogyatékosok szakképzését meg tudtuk valósítani, kollégiumépítésbe kezdtünk, elindítottuk a orvosi rehabilitációnak azt a részét, ami munkahelyre kivitelezhető volt, szociális rehabilitációt csináltunk, és néhány éven belül több mint 10 évig a megye legnagyobb foglalkoztatója voltunk. Az alapítás időszakában országosan 8 vállalat alkalmazott megváltozott munkaképességűeket. Mára számuk jelentősen megnőtt, 397 cég nyújt lehetőséget számukra. Becslések szerint a megváltozott munkaképességűek 60%-a bérből él. Azok az emberek, akik szeretnék magukra fölhívni a figyelmet, azok is legyenek következetesebbek, hiszen ahhoz, hogy felfedezik, megtalálják az ő értékeiket, hogy ezt tovább tudjuk fejleszteni, ebben nekik kell keresni a lehetőséget. Nekünk, akik erre a területre köteleztük el magunkat, nekünk pedig több figyelmet kellene erre adni. A képzés lelassult Magyarországon ezen a területen. Mi 20 évig csináltuk a megadott munkaképességek, a fogyatékosok szakmai képzését. Ma nagyon sokan ezek közül a gyerekek közül állítják elő a sajtótermékek egy részét megyénkbe, Nyíregyházán. Ezek az emberek ma nem tudnak hol tovább tanulni, tehát nagyon kellene a koordináció szerep erősítése a munkaerőpiac és a képzési területek között. Remélem, hogy illetékes vezetők is meghallják majd azt, amit én kérek, javaslok, hogy figyeljünk többet, mert ebben az emberekben még mindig van tartás lehetőség. A cégvezető elmúlt 35 éves munkásságát nemzeti ünnepünk alkalmából a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetéssel ismerték el.